meg lehet nézni a mi mérlegünket, egy fillért nem adtunk taúra. Pont azért, mert ez szerintem, bár matematikailag, szabályok szerint törvényesen járható út lett volna, de ilyet nem csinálunk, a határára nem megyünk el a törvénytelenségnek, mert morálisan ez szerintem vállalhatatlan. 170 üzlet, egy giga webshop, giga készlettel, ahonnan 15 millió darab autóalkatrész rendelhető azonnali kiszállítással. 500 ezer féle árucik, több millió gyári és utángyártott alkatrész. Több mint 3 ezer munkatárs több országban. Több mint napi 200 ezer cikk mozgatás, több mint 2000 autóból álló flotta, amely két óránként megkerüli a Földet. Ez az Unix, az autóalkatrész vállalat. Üdvözlöm, ez pedig az Unix podcastja. Vajon mit tesz egy vállalatot makulátlan, megkérdőjelezhetetlen céggé? egyáltalán mi a hitelesség fokmérője? És hol vannak az erkölcsi, illetve az etikai határok? Mindenről ismét Zombori Antal, az Unix egy egyszemélyes tulajdonosa beszél, aki szerint a hosszú távú siker titka a pillanatnyi előnyökről való lemondás. Izgalmas a téma, már is kezdünk. Az egyik kérdés az, hogy empatikus vagy-e? Tehát bele tudod-e érezni magad másnak az életébe, másnak a helyzetébe, az élethelyzetébe, amiben éppen van? és mondjuk, hogyha a segítségre van szüksége, akkor tudsz rajta segíteni. Le kell tudni mondani előnyökről a hosszú távú stabil működés érdekébe. Tehát vannak pillanatnyi előnyök, amiket meg lehet szerezni, akár etikátlan, akár morálisan vállalhatatlan, vagy akár kérdőjeles módon, vagy akár szabályszegéssel, vagy törvényszegéssel, vagy az ember azt mondja, hogy hogy... Na arról lemondok, azt nem tudom elérni, mert ahhoz már szabályt, morált, belső értékrendet át kéne lépnem, és azt mondjuk, hogy na azt nem kérjük. Van egyfajta ilyen gondolkodásmódom, hogy például mi sose kérünk állami támogatást, nem pályázunk ilyen pályázatokon, nem kérünk idegen pénzt kvázi. Ha valamire van pénzünk, akkor azt megveszük. Ha nincs, akkor megpróbáljuk bankitellel lefedezni, és ha azzal sem megy, akkor meg nem veszük meg. Akkor azt elengedjük és az, akkor az nem a miénk. Az a miénk, amit hosszú távon szépen apró munkával össze tudunk állítani. És ez az apró munka az, ami vissza is tükröződik egyébként a vállalat fejlődésében. Van, amikor meg tudsz szerezni törvénytelenül, vagy esetleg törvényesen, de etikátlanul valamit el tudsz érni, vagy esetleg még csak nem is etikátlanul, de morálisan kérdőjelesen, és erre kell tudni nemet mondani. Ha erre az ember nemet tud mondani, és azt mondja, hogy egy bizonyos egyenes utat követ csak, sokkal nyugodtabb lesz az élete. Egyébként is nyugtalan, hiszen vannak versenytársak, beszállítók, vevők, problémák, garanciális esetek. Egyébként is tele vagyunk mindenféle problémával. Erre még ráhúzni, plusz szabálytalanságot, törvénytelenséget, etikátlanságot, morális problémákat, az már maga a csőd. Egyszerűbb azt mondani, és valahol ott az egészséges, és azért lehet épészszel ekkora felelősséget fölvállalni, hogy, hogy azt mondjuk, hogy nyílegyenesen megyünk, nem hágunk át etikai szabályokat, kell egy belső morál ehhez, egy belső etikai szint, amit nem lépünk át. És hogyha ezen belül tudunk maradni, ezeken a határokon belül, akkor tényleg nyugodtabban lehet élni. Nem nyugodtan, de nyugodtabban. És én ebbe hiszek, hogy nem csinálok semmi olyat, ami, ami számomra az én belső értékrendem szerint etikátlan. Nem csak, hogy szabálytalant nem csinálok, tehát nem keresem azokat a határokat, hogy hol vannak például a adófizetésnek a határai. Mondok erre egy nagyon jó példát. Pár évvel ezelőtt, sőt, talán még most is megy, azt hiszem, ez a tau. A színházaknak, sportizék lehetett ilyen, és jellemzően ez úgy működött, azért azt lássuk tisztán, hogy XY adott vállalkozó akármilyen színháznak valamilyen tau pénzt, és onnan a harmadát felét akármennyit visszakapott. Már idézőbe adómentesen. Meg lehet nézni a mi mérlegünket, egy fillért nem adtunk -ra. Pont azért, mert ez szerintem, bár matematikailag, szabályok szerint törvényesen járható út lett volna, de ilyet nem csinálunk, a határára nem megyünk el a törvénytelenségnek, mert morálisan ez szerintem vállalhatatlan. Gondolkozunk józanul, van egy, egy struktúra, egy ökoszisztéma körülöttünk, mondjuk áll az aszfaltos útból, az iskolából, a kórházból, mondhatjuk, hogy szar, de legalább van, nyugdíjból, de legalább van. Voltam Dominikán, nagyon érdekes, ott az öngondoskodás egész másképp van, definiálva. Ön gondoskodik magáról, mert nyugdíj az nincs. Nem kell fizetni járulékot, de nem is kapsz nyugdít. Ha nem dolgozol, éhe Pont. Ha túl öreg vagy hozzá, hogy dolgozzá, és nem tartál a család, éhe Ez az öngondoskodás. Ehhez képest mi mondhatjuk, hogy Magyarországon szar a nyugdíjrendszer, de legalább van. Mondhatjuk, hogy Magyarországon szarok az utak, de legalább van. Van valamilyen kórház, ahol azért úgy többé-kevésbé ellátják az embert. Van valamilyen iskola, az én gyerekem is állami iskolába jár. Tehát van egy ökoszisztéma, amit használunk. Illik érte fizetni. És én azt gondolom, hogy ott a határ, hogyha elkezdünk ilyen, ilyen na megoldjuk okosba, taó pénzzel, nem bejelentett dolgozó, a négy órára jelentjük be a dolgozót, tehát az ilyen okoskodást elkezdjük, akkor ennek nincs vége, és azt hagyján, hogy nyugtalanul alszunk, de ráadásul morálisan vállalhatatlanok vagyunk saját magunk előtt. Na ez az, amit én úgy gondolom, hogy a saját belső értékrendem szerint egy olyan pályán mozgok, és olyan pályán mozgatom a vállalatomat is, ami saját magam számára vállalható, és reggel tükörbe tudok nézni. És igen, sokkal több adót fizetünk, mint más vállalat. Egy apró számot hagyj említsek meg. Magyarországon a költségvetésnek körülbelül a bevétele, a teljes éves adóbevétele, ilyen 18 ezer milliárd forint körül van. Ennyiről szól a magyar költségvetés, ennyi pénz áll rendelkezésre adóbevételként. Ennek mi körülbelül az egy ezrelékét fizetjük be adóba. Milyen 16-18 milliárd forintot fizetünk be adóba évente. Ez pont az egy ezreléke. Magyarul, ha lefordítjuk, ezer ilyen cég, mint ez, összeadhatná a teljes magyar adóbevételt. Esziával, mindennel tokkal vonulva, taóval, áfával. Csak ezer ilyen cég kellene. Hát ha körülnézzünk, azért vannak ennél jóval nagyobb cégek, meg nem ezer cég van, hanem 700 ezer vállalkozás van Magyarországon, Hol vannak a többiek? Ilyenkor szoktam feltenni a kérdést. Nagyságrendel többet fizetünk be a közös bealkasszába, mint az összes többi vállalkozó. Ezzel együtt jól élünk? Na akkor meg minek csaljunk el? Tehát itt jön a, a gondolkodásmód, hogy ha már egyszer jó, akkor nem fogok hozzányúlni, nem éri meg. Absolut. És morálisan vállalható, és nyugodtan nézek tükörbe, és nem adtunk tau támogatást senkinek. Se annak, aki nem ad vissza, se annak, aki visszaad. Na, körülnézünk, nagyjából az összes cégnél van ilyen tau támogatás. Hol ide, hol oda? És akkor el lehet kezdeni vakarni a fejet, na vajon ők kaptak vissza, vagy nem kaptak vissza, vagy most ez egy... Nálunk nincs. Tehát nem megyek el arra a peremre se, ami a törvénytelenség határa, mert morálisan vállalhatatlan. Maga ez a tau törvény, ez szerintem morálisan vállalhatatlan. Nem megyünk el a határokra, nem költekezünk ki végletekig, és nem veszünk igénybe bizonytalan forrásokat, ilyen állami támogatás. Azért azt lássuk tisztán, egy ilyen állami támogatás után általában jön valaki, és megveregeti az ember vállát, figyelj, már segítettünk neked. Most te segítsél. Vagy legalábbis én így képzelem. Nem tudom, nincsen tapasztalatom. Így képzelem, és ezért én messze tartom magam ettől az állami támogatástól. Nem akarok ilyesmivel részt venni. Politika semlegesként szeretnék működni. És a vállalatomat is politika semlegesként szeretném működtetni. Az az alapvető hozzáállásom, hogy, hogy nem akarom feltétlenül a könnyebb utat választani. Nem akarok semmiféle függőséget kialakítani, önálló szeretnék maradni, és szeretném, hogyha ez a vállalat is önálló tudna maradni. Ezért semmiképpen nem megyünk el azokra a határokra, hogy olyan pénzeszközöket vegyünk igénybe, ami fajta, egyfajta függőséget alakítanak ki. Kedves hallgató, Magyarország piacvezető autóalkatrészvállalatának vállalatának podcastját hallotta. Köszönjük az idejét! Az Unix történetéről Hollywoodban már egész estés mozit forgattak volna. Mi most audio sorozatban adjuk vissza a páratlan sikersztori mozaik darabkáit. A vállalat elmúlt 32 évének izgalmas fordulatai felérnek egy önfejlesztő utazással. Az Unix sztorit nem csak a cég partnereinek vagy a vállalkozói világ szimpatizánsainak ajánljuk, hanem minden olyan hallgatónak, akik fejlődni szeretnének az életben és ahhoz némi kapaszkodót szeretnének kapni. Hamarosan újabb podcast epizóddal érkezünk. Keresse korábbi adásainkat is csatornánkon az archívumban, amelyeket jó szívvel ajánlunk a reggeli vagy a délutáni kávéja mellé.